Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, köszöntöm kormánybiztos urat, szervezőket, kedves Borász kollégákat és mindenkit, aki ma a mai borkonferenciára ellátogatott és itt van közöttünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak, és itt engedjék meg nekem ebben a közösségben is, hogy kicsit hátrébb lépjek, és ne csak a szőlővel, ne csak a borral foglalkozzak, az egyik legkétarcúbb időszaka volt a magyar agráriumnak, hiszen az elmúlt időszak volt az, amikor lényegében egyik oldalon megújítottuk teljes mértékben azt a környezetet, azt a szabályozási, adózási környezetet, amely körbeveszi ezt az ágazatot, őstermelői adózás, családi gazdaságok szabályozása, gazdaságátadás, a szőlőborászat adminisztrációjának megújítása. Tehát teljes mértékben egy életszerű, élhető, a mezőgazdasági termeléssel, az élmiszer előállítással kapcsolatos tevékenységek számára azt érthelyi értékén kezelve igyekeztünk könnyíteni az ágazat szereplőinek életét egyik oldalon. Másik oldalon pedig minden erőfeszítése a kormánynak, a vidék gazdaságának megerősítésére irányult, hiszen ez azt jelentette, és azt jelenti, hogy, és erről fogok is majd néhány gondolatot mondani, hogy bizony a vidéki gazdaság megerősítésére szolgáló források, legyenek azok vidékfejlesztésiek, legyenek azok a Magyar Falu Programban, legyenek azok akár a különböző más operatív programokban, mind-mind koncentráltan arra irányultak, hogy egy élhető vidéket, egy prosperáló, a helyi erőforrásokra alapozó gazdaságot erősítsünk meg. És bizony erre ennek a munkának egy nagyon látványos és nagyon mély eredménye van az egész hazai agráriumra nézve. Másik oldalon pedig, és ezért említettem azt, hogy bizony ez azért kétarcú, hiszen különösen itt borászok között azért mégiscsak két év koronavírus járvány árnyékában eltöltött esztendő van mögöttünk, amelynek bizony ez a szektor, az önök borászatai, vállalkozásai bizony látták az árnyékos oldalát is. És ez az időszak, azzal, amelybe sajnálatos módon most az ukrajnai helyzet miatt belekerültünk, azért egy tartós, és mindenki számára a gazdasági modelljeit, az üzleti értékesítési modelljeit nagyon gyakran átíró, azt kiigazítani szükséges feltételeket és körülményeket teremtett. De mi abban hiszünk, hogy az elmúlt időszakban olyan partnerei tudtunk lenni önöknek is, és a magyar gazdaság szereplőinek is, amely ezekben a viharos időkben is egy kiszámítható, stabil hátteret, a gazdaság működtetéséhez szükséges intézkedéseket, a gazdaság működtetéséhez szükséges környezetet megteremtő kormányzati munkát végeztünk az elmúlt időszakban. Hiszen azért, pont ha belegondolunk, nem csak az európai, vagy éppen a magyar újranyitás előtti vendéglátás, turizmust érintő korlátozások, hanem az elmúlt időszakban azért ugyanígy az európai energiapiaci válság, a különböző alapanyagok, akár a palackok, vagy bármilyen más csomagolóanyagnak az áremelkedése bizony, az mind-mind az önök vállalkozásait, az önök gazdálkodását vagy munkáját olyan mértékben befolyásoló tényező, amelyre közös válaszokat kell találnunk. Tehát mi ebben igyekeztünk az elmúlt időszakban és a következő időszakban is partnerek lenni a magyar borágazat számára. És mindemellett a normális szakmai munkát is végezni kell, hiszen, és pont a mai borkonferencia talán jól tükrözi ennek a munkának a sokszínűségét, hiszen a magyar bor útkeresése, piackeresése és erősítése sok-sok intellektuális és gyakorlati erőfeszítéssel igyekszik egy eredményesebb 21. századba vezetni a magyar borágazatot. És bizony azok a kérdések, amelyek egyébként ennek a szakma számára
akár a klíma okán, akár a piaci igények lekövetése szempontjából az elmúlt időszakban változásokat hozott, vagy változtatásokat igényel. Ebben bizony ez a konferencia is az elmúlt években fontos szempontokat, fontos tudást, fontos információkat hozott el, azt gondolom, valamennyiünk számára. És az a mostani tematika, amely akár a fajta kérdést, klímakérdést, vagy éppen a borturizmus kérdését hozza fel, és ebben kínál számunkra kiváló előadókat. Ez a gyakorlatban, én bízom benne, hogy ennek a közönségnek és a valamennyi rendezvényt követő számára valóban a napi működés mellett a következő időszak rövid, közép vagy éppen hosszú távú tervezésében nyújt majd támpontokat. Úgyhogy én ezzel a reménnyel, ezzel a jó kívánsággal szeretném ezt a mai konferenciát megnyitni. És úgy alakult, hogy éppen zajlik a diplomácia, hiszen éppen a visegrádi országok agrárminiszterei vannak itt, és az Európai Unió agrárbiztosa van itt Magyarországon, úgyhogy Nagy István miniszter úr ebbéli kötelezettségeinek tesz eleget, de jól jelzi a magyar agrárium központi szerepét, hogy éppen most ezekben az időkben is lényegében vendégül láthatunk 8 másik uniós tagállamot, vendégül láthatjuk az Európai Unió agrárbiztosát, és akikkel egyébként pontosan arról beszélgetünk, arról tárgyalunk és arról egyeztetünk, hogy a következő időszakban a mostani rendkívüli helyzetre is tekintettel hogyan kell, hogyan érdemes akár az agráriumra és így a szőlészborászatra is már meghozott döntéseket akár úgy finomítani, alakítani, hogy képesek legyünk reagálni a változó világ körülményeire és kihívásaira. Úgyhogy ennek tükrében szeretnék önöknek néhány gondolatot egy rövid előadás keretében megosztani, amelyben engedjék meg, hiszen talán Pali felvezetőjéből is kiderült, hogy mégiscsak kerek évszámnál tartunk a konferencia tekintetében. Nekünk is talán ilyen értelemben érdemes számot vetni, különösen egy kormányzati ciklus vége felé, hogy mit is értünk el az elmúlt időszakban, és hadd osszak meg majd arról néhány gondolatot önökkel, hogy hogyan is tervezzük a következő időszakot. Hiszen azt gondolom, hogy a számvetés mellett ez az a másik fontos kérdés és téma, amely sokak érdeklődésére számot tartat. Természetesen ez a mi szempontunkból, azoknak a kereteknek a biztosítása szempontjából, amelyek az önök működésének kereteit jelentik, de minden esetre hadd e tematika mentén fűzzem fel ezt a mostani előadásomat. Én, ha össze kellene foglalni azt, hogy mely területeken igyekeztünk, és hol tudtunk látható eredményeket produkálni közösen önökkel, akkor én azt gondolom, hogy ilyen nagy területnek tekinthetem azt, hogy hogyan tudtuk első körben a hazai borpiacot stabilizálni, hogyan újítottuk meg az ágazatot szabályozási oldalról, hogyan igyekeztünk a borhoz kapcsolódó egységes kommunikációt kialakítani, és egyáltalán azokkal a támogatáspolitikai vagy fejlesztéspolitikai eszközökkel, amely ennek az ágazatnak is, mint amely a mezőgazdaság szerves része, vagy úgy gyakran szeretjük azt mondani, hogy zászlós hajója is Magyarországon, mit tudtunk közösen elérni az elmúlt időszakban. Én a 2010-es évek elejét a borral kapcsolatos emlékeimet leginkább, bármilyen furán is hangzik, de elsősorban az akkor meglódult és a hazai borpiac stabilitását aláásó importkérdéssel töltöttem emlékeim szerint ebben az időszakban. Én azt gondolom, hogy ez a hazai borpiac stabilitása szempontjából, még ha ez nem is a piramis csúcsa, talán a magyar borászat előrehaladása szempontjából, de a piramis alját lényegében azzal tudtuk rendezni, és az elmúlt időszak
mögötti pozitív folyamatokat alátámasztani, hogy lényegében azt a nagyon jelentős import mennyiséget, amely továbbházasításra érkezett Magyarországra, és amely lényegében, ha úgy tetszik, elvette az életteret a magyar szőlő elől, ezeket sikerült az elmúlt időszakban rendezni, hiszen mégiscsak egy 800.000 hektoliteres importról álltunk át arra, hogy a tavaly évben érdemleges ilyen típusú bor már nem érkezett az országra. Természetes, hogy úgy stabil a borpiac, hogyha az a 3 millió hektoliter, amit megtermelünk, azt el is tudjuk adni. És ez ugye egy közös, pontosan az ilyen rendezvények által is orvoslandó kérdés, amely általában a borfogyasztás kérdését illeti. Ezért is fontos az, hogy túl azon erőfeszítéseket teszünk a hazai borfogyasztás stabilizálása érdekében, próbálunk az exportpiacokon erősebb jelenlétet tenni. Ebből a szempontból a mennyiségi problémáink kezelését azt gondolom, hogy az így megerősödött export kezelte, még ha a legnagyobb strukturális kihívásnak azt is tekintetjük, bizony ennek az értéke, tehát az átlagos export értékünk az bizony nem túl magas, és igazából azt gondolom, hogy a tovább lépése ennek az ágazatnak az, hogyha a piramis alja ez a része is egy magasabb értéken kerül értékesítésre. De minden esetre összességében azt, hogy az elmúlt időszakban a termőterületeink, a szőlőfelületek nagyságrendje nagyjából legalább konstans maradt, nagy hullámzás ebben nem történt, ez ennek is jelentősen köszönhető. Az elmúlt időszak fontos eredményének tekintem a hegységi rendszer megújítását. Ez azon túlmenően, hogy a szakma igényei alapján újra szabtuk, újra alakítottuk közösen a hegységi rendszert, megújítottuk, azon túl, hogy szakmaközi szervezetként tud működni a hegységek nemzeti tanácsa, tehát egy korszerű piacszervezési jogosítványokkal rendelkező szervezetként funkcionál. Ez a mai eredmények megalapozásában kulcs szerepet játszott. A következő időszak tovább lépése az az elmúlt időszakban megalkodott, lényegében 21. századi új szabályozása az ágazatnak, ugye alapvetően amely felváltva lényegében a 90-es évek óta toltozgatott, foldozgatott rendszereket és folyamatokat, átteszi egy mindenki számára egyszerűbb 21. századi elektronikus és szabályozási alapra. Ez a következő, azt gondolom, nagy lépcső valamennyiünk számára. És én ugyanígy az elmúlt időszak fontos eseményének és alapjának tekintem, hogy mégiscsak megszületett az az ágazati stratégia, amely alapján, vagy amelyre fűzve a közösen a lépéseinket felfűzzük. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eleme a közös munkánknak. A bor, amelynek a kommunikációja, marketingje oly sok vitát váltott ki az elmúlt egy évtizedben a magyar borász társadalomban, mindemellett rögzítsük azokat az elért eredményeket, amelyek viták vagy útkeresés mellett is megszülettek. Ilyen egyik alapon, hogy mégiscsak kialakult egyfajta egységes értékpiramis, ugye még a turisztikai ügynökség égisze alatt, amelyet közösen pont ma reggel néztük, kitűző formájában is oly sokan használnak és használunk, és amely lényegében egyfajta egységet igyekszik sugározni a magyar bor kapcsán. Tehát megszületett ez az egységesség, amely a magyar bor megjelenítését támasztja alá, és hát megnyitottuk azokat a továbblépési lehetőséget, amelyek ennek az arculatnak, ennek a magyar borhoz kapcsolódó marketingnek vagy kommunikációnak, promóciónak az alapját jelenti, hiszen azt várjuk és azt reméljük, hogy az a lehetőség, amelyet a vidékfejlesztési támogatások keretében megnyitottunk a minőségrendszerekhez kapcsolódóan a hegyközségek nemzeti tanácsa felé, az bizony olyan új és nem elírás, összességében milliárdos nagyságrendű lehetőséget jelent ebben a jövőre nézve, a következő évekre, amelyek érdemben fogják segíteni a magyar bor értékesítését. Az eredményeknél, és szándékosan nem is ezzel kezdtem, mert
talán ezek az előbb elmondott alapok majd fontosabbak a mindazoknál a forintoknál, amelyek erre épülve tudnak hasznosulni az ágazatban, de mégiscsak érdemes rögzítenünk magunk számára, hogy az elmúlt egy évtizedben 75 milliárd forintból újítottuk meg legalább 27 ezer hektáron a felületeinket. Ezt ma is sok szó lesz, vagy a program alapján a fajta kérdésről, a szőlőről. Én azt gondolom, hogy az, hogy ennyi korszerű ültetvény újult meg szerkezetátalakítás keretében, az egy fontos tovább élési záloga ennek az ágazatnak. Csak az elmúlt időszakban 30 milliárd forintot költöttünk a borászataink technológiai megújítására, és hát bizony említettem, hogy mi tudatában voltunk annak, hogy a Covid az bizony talán az átlagosnál is jobban tépázta ezt a szektort, de merem azt ebben a körben mondani, hogy talán ez volt az az ágazat, ahova a legnagyobb arányban szerettünk volna, és tudtunk is segítséget nyújtani. Az a 13 milliárd forint, amelyet én most önöknek mutatok, az bizony 2020-21-ben az eredetileg tervezett forrásokhoz képest pluszban került be az ágazatba. És hogy ennek különböző formái voltak, amelyek természetesen nem feltétlen mindig a szó klasszikus értelmében vett építkezést, hanem inkább a kár mentést jelentette, hiszen ezek azért gyakran, akár lepárlásban, gyakran pedig a kisebb borászatok számára egyfajta likviditás segítő, visszaemtérítendő támogatásban csapódtak le, de mégiscsak így vagy úgy, vagy a piacot stabilizálták, vagy pedig a borászataink számára egyfajta mentővet jelentettek, és ez egy alapvető szándék volt a mi részünkről, hogy ezt a mindig is átmenetinek tekintett helyzetet ebben át tudjuk menteni a lehető legtöbb magyar borászatot, és segítséget tudjunk a piaci nehézségek ellenére is nyújtani. És hát lényegében, hogy említettem, nagyon sok olyan promóciós forrásunk van egyébként most is kihasználva, amely elsősorban harmadik országos relációkban, de a magyar bor értékesítését segíti. Hadd beszéljek arról még, szintén itt a támogatáspolitikai eszközeinknél, hiszen ez mindenki számára kulcsfontosságú volt, látva a számokat az elmúlt időszakban, hogy bizony, csak az utóbbi 5 évben a gyakorlatban a vidékfejlesztési program keretében több mint 600 borászati üzem megújulásához tudtunk hozzájárulni. És ez a technológiai megújulás, azt gondolom, hogy az érintettek számára kulcsfontosságú volt. És emellett azért érintőlegesen említsük meg, nem csak szerkezet átalakítás, hanem támogatás volt az ültetvényekhez kapcsolódóan, hanem új ültetvények telepítését is támogattuk vidékfejlesztési támogatásokból, bizony itt is, erre is volt igény. És hát a legutóbbi kör, amely a tavalyi évben nyílt meg, itt pedig a borászati fejlesztésekhez kapcsolódóan 50 milliárd forintos támogatási igény érkezett be. Ugye itt hoztam is a számot, hogy lényegében itt a kisebb pályázatoknál már a 60%-a, a nagyobb, komplexebb beruházások meg 21%-a elbírálásra került. És itt hadd ragadjam meg azt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ezeknek a forrásoknak az adta az alapját, és az adta meg erre a lehetőséget, hogy 2021 legelején döntés született arról, hogy általában a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás és a vidéki gazdaság megerősítése érdekében háromszorosára emeli a vidékfejlesztési támogatások keretét a magyar kormány nemzeti költségvetési források felhasználásával. Ezért volt az, hogy a tavalyi évben 1500 milliárd forintnyi pályázatot írtunk ki. Csak hogy összehasonlíthatóvá tegyem, 2014 és 20 között 1460 milliárd forint volt a lekötött összeg. Tehát egy év alatt lényegében ugyanazt a forrást biztosítottuk a mezőgazdaság, az agrárium számára, mint amit a korábbi évek során lehetővé vált számunkra. És ez az a forrás, ami lehetővé tette ezeknek a fejlesztéseknek a finanszírozását is. Hadd folytassam azzal, hogy hogyan is megyünk tovább. 2023
a közös agrárpolitikában egy új ciklus kezdete. Mi másképp mozgunk, mint a többi uniós alap. Mi nem 21-ben, hanem 23-ban kezdjük az új ciklust, és talán ez nem is baj, hiszen hát még az utolsó pillanatban is formálódtak azok a szabályok, amelynek a keretében mi egyáltalán mozogni tudunk. Annyit ebben a körben is hadd mondjak el, és érdemes ezzel tisztában lenni, hiszen az önök mindennapjait is érinteni fogja a következő időszakban, hogy megváltozik az az agrárpolitikai környezet, az a támogatáspolitikai környezet, amelyben eddig működtünk, hiszen az új uniós keretek között Magyarországnak, ahogy a többi tagállamnak is, egy egységes, valamennyi, egyetlen egy eurócentet is tartalmazó támogatását 2027-ig előre meg kellett terveznie. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy most benyújtottunk december 30-ig egy stratégiai tervet, ebben van benne az összes, lényegében az összes olyan támogatási forma, amelyet egyébként önök is használnak szőlőtermelőként, vagy éppen borászként. És hát bizony ez egy, az elmúlt 2,5 év előkészítési munkája után mondhatom azt, hogy egy rendkívül összetett és nehéz tervezési folyamat volt, menet közben változó szabályokkal, és érdemes azzal tisztában lenni, hogy mi azt szeretnénk, és azért azon dolgozunk, hogy ez a terv, ez 2023-22 nyarára elfogadásra kerüljön az Európai Bizottság által. Azért, hogy akár termelőként, akár borászként, de felelősen tudjon ráfordulni a következő gazdálkodási évre ezeknek a szabályoknak és ezeknek a feltételeknek az ismeretében a teljes magyar agrárium, a teljes magyar szőlész és borász szakma. De viszont ez egy uniós jóváhagyás, és a gyakorlat azt mutatja, az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, és ez érinteni fog valamennyiünket, hogy bizony az Európai Uniós, az Európai Bizottság, a brüsszeli elvárások egy rendkívül ambíciózus, a mostanihoz képest sokkal-sokkal zöldebb agrárpolitikát és agrár gyakorlatot várnak el a tagállamoktól és a gazdálkodóktól egyaránt. Itt mi nagyon komoly munkánk volt abban, hogy a tavalyi év közepén úgy fogadtuk el az uniós agrárpolitika reformját, hogy a mi legjobb szakmai tudásunk alapján egy egyensúlyi helyzetet tudtunk teremteni ezek között a versenyképesség és fenntartatósági feltételek közé. De ugyanakkor viszont ezt látjuk és érzékeljük, hogy ezeket az ambíciókat, ezeket a környezetvédelmi ambíciókat, ezt viszont kőkeményen még most a stratégiai tervünk elfogadása során velünk megpróbálják majd mértéküket tekintve erősebbé tenni. És hogy ez miért fontos, hogy miért érdekes, növényvédőszer használat, ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó források vagy éppen előírások, nagyon sok olyan, milyen típusú AKG támogatást lehet csinálni, ebben vannak benne a szőlőbor ágazati támogatások is, tehát nagyon-nagyon sok olyan feltétel van, amely lényegében ennek a tervnek az elfogadásától függ. Ezzel szerettem volna kicsit ezt bemutatni. És hát úgy egyébként, hogy benyújtottuk december 30-áig ezt a tervet, és hát ezzel azért nagyon nincs vége a történetnek, hiszen a gyakorlatban egyik oldalon, ahogy az előbb mutattam, a minimum van egy 6 hónapos jóváhagyási periódus, vagy időszak, amely alapján ezt az Európai Bizottságnak el kellene fogadni, de utána azért van még néhány apró feladat. Kellenek hozzá hazai végrehajtási jogszabályok. Kell hozzá esetleg hazai végrehajtási rendszer, informatikában, intézményekben. Esetleg azt sárt, önök is tudják, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni 23. január 1-től. Mihez kell igazodni, mit kell alkalmazni, és ezt esetleg nem csak megismerni kell, hanem érteni, magunkévá tenni, és kitalálni ez alapján a következő időszak tevékenységét. Tehát ilyen szempontból nem hosszú 2022, bizony ez egy feszített munkát igényel mindannyiunk részéről majd. Azért hadd villancsak fel néhány dolgot, hogy mi az, amit mi leadtunk, ha úgy tetszik, december 30-án, mint magyar stratégiai terv. Egyik oldalon, tehát ahogy említettem, kulcsfontosságú az, hogy a magyar kormány a megemelt nemzeti kiegészítő támogatással
háromszorosára növelte a kettes pilléres vidékfejlesztési támogatások összegét. Ez azt fogja jelenteni egyébként, és nem akarok sok számmal terhelt előadást tartani, hogy mindaz, amit mi most ilyen területalapú közvetlen támogatásként ismerünk, az nagyságrendileg ugyanazok lesz mértékét, vagy nagyságrendjét tekintve ugyanaz, mint amit az előző években is használtunk, tehát egy ilyen 1,3 milliárd euró évente. Viszont a megemelt társfinanszírozásnak köszönhetően majd több mint 2800, majd 3000 milliárd forintnyi vidékfejlesztési támogatás van még bent a kasszában, túl azon az 1500 milliárdon, amit már most, ahogy említettem, elköltöttünk. Na és ebben mik a prioritások? Néhány, a teljes igénye nélkül, mert elvenném a teljes konferencia idejét, és ezt lehet, hogy nem lenne optimális. A beruházásokra szeretnénk a forrásaink több mint 50%-át fordítani. Nagyon hangsúlyos, ilyen zöld típusú támogatásokra a vidékfejlesztési támogatások 36%-át, és ebben az új stratégiai tervbe kerül bele mindaz a támogatás, szőlőbor, nemzeti támogatási programként ismert, kifejezetten a szőlőbor ágazat számára dedikált 100%-ban uniós támogatású forrás is, amelyekből a szerkezet átalakítást vagy a gépvásárlásokat finanszíroztuk az eddig. Csak néhány alapgondolat. Lényegében én azzal szeretném önöket biztatni, hogy a mi szándékaink és terveink alapján, amit az elmúlt egy évben láttak, tapasztaltak beruházási pályázatokat, ezeknek a típusait, ezeket szeretnénk folytatni 2023-tól is. Úgy, hogy tervezhető legyen 23-ban, 25-ben is beruházási pályázatokat nyitni, hiszen ez kulcsfontosságú valamennyiük számára. Alapvetően ugyanazokkal a feltételekkel mennénk, mint amelyet eddig tapasztaltak, mi 50%-os támogatási intenzitással, amely egyébként a termelő együttműködések esetében plusz 10%-os támintenzitást jelent, a ténylegesen ökogazdálkodást és a területük teljességén ökogazdálkodást folytatók számára, vagy feldolgozók számára plusz 15%-os támogatási intenzitás. Tehát szeretnénk néhány kulcsfontosságú területen plusz ösztönzőket betenni a fejlesztési támogatásainknál. És nagyon fontos, és alapvetően elsősorban egyébként a szőlőfelvásárlás kapcsán kibukott anomáliák ösztönöznek bennünket arra, hogy a különböző feldolgozói támogatásoknál a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt helyezzünk arra, hogy hogyan és miképpen viszonyul egy vállalkozás a beszállítóihoz, a termelőihez. És ez a termékpálya normál működése szempontjából kulcsfontosságú, hogy ha kell ostorral, ha kell mézes madzaggal, de próbáljuk meg a különböző szereplőket egyébként az általuk nem is mindig látott érdekközösség irányába terelni, és ez egy nagyon fontos, azt gondolom, a következő időszakban, hogy ebben a tekintetben más feltételek lesznek. Ugye nagyon röviden, jó eséllyel, aki AKG-ra ökogazdálkodási támogatásra tavaly év végén benyújtotta a támogatás igényét, március végéig ezekről döntéseket fogunk hozni. Ez azt jelenti, hogy következő három év tekintetében a szőlészet, az agrárkörnyezetgazdálkodás ökológiai támogatás tekintetében folytatni tudja ezt a támogatott formában történő tevékenységet. Egy nagyon impresszív, véleményem szerint egy nagyon látványos mértékű emelést tudtunk csinálni ezeknél a támogatásoknál, és csak felvillantom, hogy ez, aki beadta, az meg úgy is tudja, hogy lényegében az, hogy 1000 euró fölé megyünk hektáronként az elérhető AKG-s és ökós támogatásoknál, ez egy nagyon komoly lehetőség, azt gondolom, a szőlész társadalom számára, és emlékeim szerint több mint 30 ezer hektár szőlő részt is kíván venni ebben a támogatási programban. Tehát, és itt csak annyit akarok kihozni, hogy 2025 után pedig lényegében fog folytatódni ez a program. És akkor a vége felé, hiszen az időm az lejárt, arra hívnám fel a figyelmet, és ez a borászat esetében egy folyamatosan élő lehetőség, hogy uniós pénzek, magyar társfinanszírozott uniós pénzek, minőségrendszerekhez kapcsolódóan folyamatosan lesznek a következő években. Ez azt jelenti,
hogy a különböző, hiszen a különböző eredetvédelmi kategóriák ennek a ilyen minőségrendszernek minősülnek. Mi nagyon bízunk benne, hogy a HNT-vel közösen ezt a típusú forrásokat még egyszer földrajzi járójelzőkhöz, eredetvédelmi kategóriákhoz kapcsolódóan, de folyamatosan fogunk tudni behúzni a következő időszakban. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség az ágazat számára. És a végén pedig csak annyit szeretnék még felvillantani a támogatási oldalról, hogy ahogy említettem, a szőlőbor ágazat számára dedikált források is bejönnek ebbe a stratégiai tervi keretrendszerbe. Mi úgy tervezünk, hogy ez ugye egy átmeneti időszak után 2024-től olvad be lényegében ebbe a nagy rendszerbe, és 2027-ig ez 28 millió eurós keretet fog jelenteni a szakma számára. És csak ilyen nagyon-nagyon vázlatosan, és ebben természetesen ebben a támogatási rendszerben megszokott módon szerkezetátalakítás, ugye arra egy kalkulált összegünk 25 milliárd, a nem építése járó technológiai gépberuházások, aminek a mostan látott keretösszege 8 milliárd forint, amely benne van, és hát promóció, mellékterméklepárlás, és azért hadd mondjam el, hogy ez fura a tervezés, előre meg kéne mondanunk, hogy mikor fogunk zöld születelni, amit soha többet nem szeretnék, ha rajtam múlik, de minden esetre a tervezés már csak olyan, hogy ezzel is számolni kell a következő időszakra. Tehát van néhány, de minden esetre ez a 28 millió euróval számolhat a szakma. Én zárásképpen azt szeretném mondani önöknek, hogy nem volt egyszerű borászként, borászatban dolgozóként megítélésem szerint az elmúlt két év. Az is biztos, hogy ahogy a világ és Európa dolgai alakulnak, ez a mostani időszak és a következő időszak sem lesz egyszerű. Én ezekkel az eszközökkel és minden más kormányzati eszközzel is abban szeretném az önök számára a kormányzat üzenetét tolmácsolni, hogy ahogy az elmúlt időszakban, úgy a következő időszakban is számíthatnak ránk, figyelünk a magyar borászatra, párbeszédben vagyunk a magyar borászattal, és azokat a közös projektjeinket, azokat a közös gondolkodást, amelyet együtt elkezdtünk és folytatunk, minden nehézség, minden kihívás vagy megváltozott körülmény között is folytatni szeretnénk, annak érdekében, hogy a magyar bor, amelyet annyira szeretünk és amely miatt ma itt vagyunk, ez valóban azt a pozíciót, azt a piaci értéket jelentse, amellyel továbbra is a jó hírnevét fogja tudni vinni szerte a világba a Magyarországról. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!